Széle Sándor vármegyei főispán köszöntötte a cégek képviselőit a vármegyei kormányhivatal dísztermében. Több mint 50 vállalkozás gondolta úgy, hogy delegál valakit a kiberbiztonsági rendezvényre, melyet a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága szervezett. A program egy több állomásos rendezvény sorozat, mely a napokban Győrbe érkezett. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága kiberbiztonsági feladatai keretében, vagy azon belül, azt a célt tűzte ki, hogy emelje a vállalati biztonságot és a hazai magyar vállalatoknak a biztonság, kiberbiztonságát. Ennek érdekében a kezdeményezésünkre megszületett múlt héten egy új törvény, az országgyűlés elfogadta az új kiberbiztonsági szabályozásról szóló törvényt, aminek elsődleges célja az, hogy a magyar vállalatok foglalkozzanak a kiberbiztonsági kockázatokkal, a kiberbiztonsági fenyegetéseket értékeljék, és olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek megóvják őket ezektől a fenyegetésektől és ezektől a kockázatoktól. Fenyegetés ugyanis van bőven, egyre több bűnöző használja ki a kibertér adta lehetőségeket. A vállalatok nagy pénzeszközöket kezelnek, fontos adatok birtokában vannak, a magyar gazdaság működő képességének alapjait jelentik, egy nemrég lezajlott felmérés pedig komoly problémáról árulkodik. Egy felmérés, ami két hónapra vetítve megnézte, hogy milyen kiberfenyegetésekkel néznek szembe a vállalatok, és ebből mekkora az a kár, ami keletkezik, és a felmérés eredményeként egy megdöbbentő adat, két hónap alatt 250 millió forint kár keletkezett a magyar vállalati szektorban, amit zsarolóknak ki kellett váltságdíjul fizetni, illetve a helyreállítási költségek, amit ki kellett fizetni a támadásokat követően, az ennek a kétszerese volt, tehát nagyjából 500 millió forint körüli összeg két hónap alatt. Tehát, hogyha megnézzük éves szinten, gyakorlatilag több milliárd forint az a kár, amit elszenvedünk az ilyen kiberbűnözés, illetőleg a kiberfenyegetések miatt. Dr. Bencsik Balázs szerint, ha ezt az összeget nem a kiberbűnözők kifizetésére költik a cégek, hanem a védekezésre fordítják, akkor egyrészt növelik a vállalati kiberbiztonságot, másrészt a digitalizáció okán versenyelőre is szert tesznek a vállalkozások. Az esemény kitért a vállalatokat érintő, a törvényben foglalt jövőbeni kötelezettségekre és előírásokra is, az új kiberbiztonsági jogszabályban foglaltakra, továbbá arra, miként segíthetik elő a vállalataik működésének biztonságát.